Sziasztok ismét! Laser guided, vagy laser által irányított fegyverről lesz szó most. Ott a kis félszigeten elől van egy ilyen küldetés, ennek az a neve, hogy laser guided missile practice. És a SU-27T-hez van. Ott látszik is már, ha nagyon bezoomolok, itt van a négy darab, a két pici részén a félszigetnek, négy-négy darab célpont, amit kiraktak nekünk gyakorlásra. Mit kell tudni a lézeres fegyverekről? Ugye a repülőnek az orrában... A T-verziónak az orrában ott van egy kicsi kamera és egy lézer. A lézer pointer gyakorlatilag úgy működik, mint a pici lézer pointer, amivel játszottunk régen az iskolában és a tanárt idegesítettük. Azzal az apró különbséggel, hogy az fegyverek, amik a szárnyunk alatt vannak, erre rá tudnak zoomolni és be tudják fogni azt a célt, és pontosan oda fognak menni. Amiből már érthetően következik az is, hogy ha elrepülünk a cél fölött, illetőleg túl közel vagyunk hozzá, akkor nem fogjuk tudni úgymond megfesteni a lézerrel ezeket a célokat, és nem fogjuk tudni eltalálni őket. Válaszok is ki a hatost a földi levegőföld HUD menüt, és már is tudunk válogatni különféle fegyverekből. Mi van most rajtunk? KH-25M-nál, 29L, Vikrek, az a 8 darab, és 25L, ha jól tudom. Mindjárt megnézzük. Pontosan. Tehát KH-29L, Vikrek, 25ML és S-25L. Nos, mi a különbség bármelyik között? Hatótávolság, látószög, ilyenek. Alapvetően az apró pici különbség mindegyik között, hogy milyen távolról tudja befogni a célt, illetve milyen messzire tud menni. Nyilván amelyik baromi nagy, ez alul az a 29-es, amit most nem tudok éppen innen kinézni, mert nem tudom arra fordítani a fejem, így, most jó. Ez nyilvánvalóan sokkal nagyobb, tehát nagyobb pusztítást tud végezni, mert nagyobb a töltet, és nagyobb a nagy messzebbre is tud menni, mivel sokkal több az üzemanyag benne. Jó. Lépjünk arra a pontra, hogy mi kell ahhoz, hogy mi ezt kilőjük. Bocsánat. Először is kell az, hogy megnyomjuk az O betűt. Az O betű előhoz egy ilyen pici karikát a HUD-on elől, de ami még jelentőségteljesebb és nagyobb látvány, az ez a kamera. Szépen bekapcsolja ezt a kamerát. Ezt a kamerát bármeddig lehet használni, ez azért lesz fontos, mert a lézert nem. Nem úgy, mint az összes többi repülőnél. Itt a lézernek bizonyos idő után le kell kapcsolnia, ugyanis különben nem fog működni tovább. Túl melegszik. Ezzel a kis kamerával tudunk befelé és kifelé zoomolni, illetve tudjuk méretét állítani, amit szerintem én most nem állítottam be magamnak, de egy pillanat beállítom, hogy tudjam csinálni is. Nem állítottam be a HOTAS-ra, nem kötöttem be szerintem. Oké, tehát ott voltunk, hogy beállítottam két dolgot. Az egyik a jobb kontroll, és ez nálunk a mi magyar billentyűzetünkön az ő, illetve a jobb kontroll és a hosszú U. Ezzel ugyanis a célpont méretét, amit keresünk, ezzel fogjuk tudni majd beállítani. Kezdjük azzal ugye, hogy bekapcsoljuk az O billentyű megnyomására a tévét, és nagyjából oda irányítjuk a tévének azt a kis karikáját, a célpont közepén van a tévénk, ahova szeretnénk. Na most! Ezt még lehet tovább zoomolni egyen, az egyenlőségjel és a mínuszjel az az, ami ki és bezoomol.
illetve ha éjszaka szeretnénk menni, a jobb kontroll és az O billentyű megnyomásával éjszakai üzemmódba változtathatjuk. Ez most sajnos nem megy, mert a Low Light TV pod, ez az LLTV, az nincs rajta, hanem ez a sima, ami bele van építve az orrába, ezt használjuk most. Azt hiszem, hogy nincs rajta az LLTV, pillanat. Bizony nincs rajta az LLTV. Tehát, hogyha... nem is tudom kiválasztani. Ha az LLTV podot választjuk ki, akkor a jobb kontroll és O billentyű lenyomására invertálódik az egész terep, illetve gyakorlatilag átkapcsolunk éjszakai üzemmódba, ami által sokkal egyszerűbben lehet majd kitalálni, hogy hol vannak a célpontok. No, amit ugye csináltunk az előbb, ez a jobb kontroll Ő és jobb kontroll hosszú U. Ez látható, ott van egy pici kocka a közepén a képernyőnek. Ez a pici kocka a közepén a képernyőnek ezt fogja nekünk megmutatni, hogy mekkora, ezzel keresjük meg a célunkat, azt kell rávinni. És a célt, hogyha megtaláltuk, nagyjából, vagy hogyha szeretnénk egy picit máshova figyelni, és tudjuk, hogy na, valahol nagyjából ott van a célpont, de nem találjuk éppen, akkor most éppen aktív pauzban vagyok, tehát nem fog működni, de mindjárt kikapcsolom az aktív pauzt. És látható, hogy normális esetben, ha bekapcsolom ezt a podot, ő oda megy, ahova akar. Illetve, ahova én vezetem a repülőt. Miért? Mert nincs lokkolva földre. Tehát nincs az megmondva neki, ezt az Enter billentyűt, ha megnyomjuk, akkor hirtelen ott maradt. Tehát teljesen mindegy, hova viszem a repülőt, illetve nem egészen teljesen mindegy, mert ugye a szögeken belül, amit a kamera lát, azon belül kell, hogy tartsam a repülőt. Tehát, hogyha mondjuk teljesen elfordulnék jobbra vagy balra, akkor a kamera visszaállna középre, illetve visszaállna erre a nem földi rögzített módra. Na most, akkor ugye az egyenlőségjel és a mínusz jellel lehet bezoomolni és kizoomolni, illetve az Enter billentyűvel le is lokkoljuk. Mit látunk itt? Megjelenik pár dolog. A bal felső sarokban, nem bocsánat, jobb felső sarokban, a KC azt jelenti, hogy éppen nyomogathatom jobbra-balra, ops, és oda is ugrott. Talált valamit, és a KC átváltott AC-re. A KC azt jelenti, hogy a célzó kis keresztem, az most éppen össze-vissza mozgatható. Az AC azt jelenti, hogy már lokkolt, talált valamit. Zoomoljunk be. És így van egy szép, nagy tankot, illetve bocsánat, artillerit. Szerintem ez S2A1, de nem biztos. Illetve... fene tudja, nem bírom kivenni. Jó, rögtön a közepe alatt, ahol a kis kockánk van, ugye itt látható megint, hogy a jobb felső sarokban, vagy abban most, igen, most például pont a bal felső sarokban megy föl le egy szám. Ez az, amikor zoomolok ki be, illetve növelem, csökkentem a target keratnak a számát, és ez mutatja, hogy mennyi a, azt mondom, hogy az átmérője a kockának, amit ő keres. Vagy négyzetnek, bocsánat. Ha újra visszamegyek, ezt ismét tudom mozgatni, egészen addig a pontig, amíg újra rá nem ugrik. És ez a szám, az addig ugyan mozog, mint amerre én szeretném, most éppen nagyítom, meg kicsinyítem, de a célkereszt, vagy illetve az a kocka, amivel becélozta, ez nem mozog. Tehát az a szám, ami a bal felső sarokban van, ez a mérete a négyzetnek. Bal oldalán a kijelzőnek azt látható, hogy mennyire van lejjebb vagy feljebb tőlünk. Ez számszerűleg is ki van fejezve, mellette 6 fokban tér el kb. 4,1 kilométerre van tőlünk, és nagyjából 13,5 másodpercbe tellene, mire a rakétánk elérné a célját. A 277P az húha, mi is volt? Nem emlékszem, de azt hiszem, hogy nem is olyan fontos, azért nem emlékszem rá. Na mindegy. Nem fontos szerintem. Jó. Tehát megtaláltuk a célpontunkat, be is zoomoltunk rá. Úgy. Ki is van jelölve. Mi a következő? Megjelenik a HUD-on egy új információ. A két nagy zöld kocka a képernyő bal oldalán, illetve a HUD
kijelző bal oldalán, a csík mellett. Azt jelenti, hogy milyen maximum és minimum távolságról tudom kilőni az éppen aktuálisan kiválasztott rakétámat, ami szerintem az a 25L, igen, az az S25L. Tehát az S25L-t innen ki tudnám lőni, viszont mi az, ami hiányzik a képernyőről? Az LA. Azért hiányzik a képernyőről, mert ugye lézer irányzott, amit be kell külön kapcsolni. Ez a lézer irányzék, vagy lézer painter festő, ez a Shift O. Várjunk egy pillanat. Lehet, hogy nem Shift O alapból, mindjárt megmondom, de jobb Shift O még hozzá. Jobb Shift O gomb megnyomására elkezd villogni, hogy hát ha angol hadunk van, akkor LA, itt NP, szerűség. Elkezd villogni, most azért villog folyamatosan, mert aktív pauzban vagyunk, de ha kijövünk, akkor vissza is megy. Úgy, a lézer beállt, már indult, meg bemelegedett, és range-ben vagyunk, lőhetünk. Találat. Nos, ugye elértünk a minimál távolságra, ahol még kilőhetjük. Ami azt jelenti, hogy itt még ki is kapcsoltam rögtön egyébként a lézert, ugyanis ha több mint 60-70 másodpercig megy, akkor kikapcsol, nem írja, hogy kikapcsol persze, de túl tud melegedni. Úgyhogy érdemes minden egyes fordulás között kikapcsolni, megvárni, amíg kicsit magához tér, és akkor utána újra vissza lehet kapcsolni. Jó. Itt újra be tudom kapcsolni. És már is el is mentem mellette, és nem tudok lőni. És hiába csinálok bármit, ezt nem tudom most kilőni. És amint látszik, a kijelző, illetve a monitor visszaugrott nyílegyenesen előre. Miért? Mert elhaladtam a felett, a pont felett, ahol még látja a kijelző, tehát az orba épített videókamera. Most már nem látja, úgyhogy akkor forduljunk meg. Jó. Megállítom ismét, tehát ugyan nagyságát növelhetjük a belső kockának, ezzel szépen elkezdünk kutakodni, ott a félszigeten csak lesz valami. Be is zoomolhatunk akár ugye, nyilván. És még mielőtt bezoomolnánk, vagy még mielőtt megpróbálnánk megtalálni valamit, ugye lokkolni kell a földre úgymond, tehát rögzíteni kell a földön, hogy keresse ezt a célpontot. És ha nagyjából meg is találta, amit most éppen rossz helyre rakott, de ott van egy teherautó például. Túl érzékeny még mindig, pedig már a múltkor állítottam rajta. Ha nem fogja be, egyébként az sem nagy tragédia. Bekapcsoljuk ugye a lézert, ugyanis a lézer odalő, ahova mi mondjuk neki. Puff. Jó. Ez nagyon szép ez a Stairway mod, viszont amikor a GTX 970-est izzasztja, akkor úgy érzem, hogy ez fölösleges. És örülök, hogy nem adtam érte ki 10 dollárt. Na, akkor ismét csak forduljunk rá. És még egy dolog van, az összes többi rakéta körülbelül hasonlóképpen működik. Több más a távolság, amiről ki tudom lőni, illetve más a
robbanóanyag mennyisége benne, de egyébként ugyanez, tehát ugyanez a módszer. Megkeressük a célpontot, kiválasztjuk, Enterrel, majd bekapcsoljuk a lézert, és amikor megvan a lézer, és megvan az LA, akkor lehet indítani a rakétát. És ez teljesen mindegy, mint ahogy az előbb is említettem, hogy teljesen mindegy, hogy ez most éppen a Föld, egy ház, akármi. Ha én ide akarnám dobni a bombát, vagy indítani a rakétát, akkor olyan oda raknám. Mert oda fogja irányítani a lézert. Bezoomolunk. Nagyon érzékeny. Ja igen, mivel lehet irányítani ezt, hogyha nincsen joystickünk, a joystickünkön nincsen külön pici slew. Ezt egyébként slew-nak hívják, amit most csinálok. Ezt a vesszőpont vonal és E betű. Tehát az E betű a fölfelé, a pont a lefelé, a vessző a balra, és a mínusz a jobbra. És így lehet szépen kicsit ugrálgatni jobbra-balra. Ezt érdemes szintén egy olyan helyre rakni, ahol azért jobban hozzáférünk, illetve vagy van egy esetleg egy joystickünk, amin van egy külön ilyen úgynevezett hat, ahol be tudjuk állítani, hogy azonnali hatállyal hozzá tudjunk férni. Főképp azért, mert ezt azért, ahogy látszik, elég gyorsan kell lereagálni, amikor oda rámegy az ember. Jó, nézzünk egy Vickert. Miért? Mert a Vicker speciális abban a tekintetben, hogy ahogy ki is választottam, ugye látszik alul jobb bal alsó oldalt, hogy ez a Vicker, onnan látszik, hogy nem 25 és nem 29, és más már nincs a repülőnkön, kivéve az R60-at, de ez ugye levegő. No, ugye két dolog látszik rögtön teljesen másnak. Az egyik, hogy sokkal rövidebb távolságra lehet kilőni, a másik pedig ez a baromi nagy kör közepén. A Vickeröknek megvan az a tulajdonsága, hogy ők viszonylag irányítottak, de azért annyira mégsem. Ami azt jelenti, hogy egy bizonyos körön belül, ha van a kilövés, és ezt a kört itt láthatjuk, ez egy picit félkör, meg egy nagy kör. Ha a középső körön belül van a célpontunk, tehát az a pici karika, a piper, akkor tudjuk kilőni a rakétát. Illetve valamint, hogyha ugye távolságon belül vagyunk. Ez azt jelenti, hogy most még mindig azt mondja, hogy nem, és most már lőhetem. És akkor megint kimegyek belőle, nem lőhetem. És most megint lőhetem. Minekután ez felváltva dobálja a rakétákat, tehát egyik oldalról, a másik oldalról jön. Ezért érdemes arra figyelni, hogy ahogy láttuk is az előbb, ugrik egyet. Az a nagy karika. Ott egyébként látszott is a számláló. A lézer alatt. Mennyi idő múlva fog tönkre menni. Mindjárt meg is nézzük, hogy mennyi idő. De szerintem 60 másodperc kb. Vagy maximum 70. Ugye a felső az a kameránkat mutatja, hogy a kamera be van kapcsolva, az a TB, az alsó pedig a lézer. Jó, gyakorlatilag Vicker 25L és 29L. Ezek a lézer által irányított dolgok. Meg is találta. Épp időben ki is lőttem. Bum. Jó.
ha kérdés van, azt nyugodtan a kommentekben, de röviden, tömören ennyi. TV-vel oda megyünk, enter, vagy ugye weapon lock, attól függ, hogy kinek milyen. Tehát az a weapon lock billentyűvel, ami alapvetően az enter. Ha akarjuk, akkor a target size-ot, tehát a célpontnak a méretét ezzel a kis kockával tudjuk növelni, csökkenteni. Ki és bezoomolni a display-el, ha látni is akarjuk. Majd bekapcsoljuk jobb shift O-val a laser range finder-t, a laser távolságmérőt, ami megmondja majd a rakétának, hogy mennyi ideig, vagy mikor, hova kell becsapódni. Ugye az orrában ott van a kis optika. És hogyha látjuk az LA kijelzőt kiírva, vagy ugye hát nálam ez nem LA, hanem NP. Ha látjuk az LA vagy NP kijelzést, akkor mehet is a rakéta a space gomb hosszan lenyomva. Ugyanúgy, ahogy egyébként a bombáknál is, itt is csak úgy, ha simán megnyomom, most ugyan kicsit elkalandoztam, de most folyamatosan nyomkodom, és nem tudom kilőni a rakétát, illetve nem lövi ki. Azért nem lövi ki, mert itt is ugyanaz van, mint a bombáknál, hogy véletlen kioldás ellen hosszan le kell nyomni a gombot, hogy kilője. Egyébként, hogyha kilövöm a lézert menet közben, megpróbált utána menni, mert előbb elfordítottam a lézert. Tehát a rakéta az ilyen, hogyha nem kötjük le fixen, hogy hova menjen, és közben elmozgatjuk, akkor oda próbál menni a rakéta, már amennyiben még be van kapcsolva a lézer irányzó, a lézer festő. Tehát mondjuk most nézzük meg azt, hogy egy házikon mondjuk. És kikapcsolom a lézert. Az utolsó ismert pozíció erre próbál rámenni. Tehát nem árt addig rajta tartani a lézert, amíg be nem csapódik. Nagyjából ennyi. És én most mégis leinstalálom ezt a modot, mert szörnyen lehúzza a gépemet. Sziasztok!